için. Egy tapsot Ricsinek! Nagy szükrejön volt! Emelje fel a kezét, aki azt mondja, hogy Ricsibe van spiritus. Tényleg nem az övön aluljá a kategóriában. Ricsiké, mesélyes vagy a győzelemben. Ez véletlen volt a Ricsi! Tanulni fogok tőled, ez az igazság. Most a következő jön, és tessék! Szép a szemed, szép a lát, kérdés, hogy nagyon nagy tapsot adjunk, gyönyörű volt! Hát téged valaki profi módon fölkészített otthon, mert hangosan, érthetően beszéltél, ki tudtál mondani olyan szót, amit mások nem, hogy kedves vagy. Figyelem, jön a következő! Kedves vagy, nagyon jól tudsz a újócskát, te vagy a sportban a legügyesebb, szépen sportolsz, szép az, meg szép a ruhád. Egy nagy tapsot kérek! És rettentő aranyos volt a mackó, ahogy egyik lábáról a másikra állt, vakargott a kis fületővét, és a virágot meg szirmaira tépte, mielőtt átadta. De egyébként... Figyeljük a műsor! Kérem, hogy a legtöbb kódolatomat fogadja ezekben a percekben, mikor virágon tartom. Igen. Egy nagy tapsot átadunk! Hihetetlen erőfeszítéssel, enyhe dadogással és rendszerűen sok kedvességet. Tudjátok, mennyi erő kell egy kamattól ahhoz, hogy ilyet megcsináljon? Én voltam kamat, én tudom. Na nézzük, az év szélhámosa következik. Melyik kislányt választod? Nem jó. Ő jön ő, mert így megyünk fölfelé. Lassan kell. Fogadj el, hogy szeretettel kedves egy puti, meg egy sok virágot a virágnak. Igen. Gondolkodod, de valamit nem mert. Pedig ám... Jó, de hangos, hogy fogad szeretettel ezt a csokor virágot ajándék. Jó. Igen. Jaj, de aranyos volt. Megsimogat. Hát igen, ez is meg. E virág, milyen költője fejezitek ki magatokat. És már rohan is. És most eljött, nem lesz könnyű dolgod, mondjuk, tessék ide. Fogadd el szeretettel az ajándékot. De azért a lányok is mondhatják, köszönöm, vagy valami. De király, kérdés, fogadd szeretettel ezt a virágot, ajándékom, és azt mondta a kislány, köszönöm szépen. Hát én hitehagyott férfi. Ő választott. Nem, kit akarsz, tessék. Mindegy? Mindegy. Akkor legyen a Dóri, tessék! Fogadd el egy csekély, de nemes ajándékomat! Köszönöm! Köszönöm. Tessék! Ide! Ő a Barta Dóra! Ne! Jön már, ne! Csekély ajándékomat! Csekély ajándék, de szép az a csekély ajándék! Jó! Nézzük a következőt, akivel versenybe fogsz állni! Belicki fiam! Oda mész ahhoz a kislányhoz, igen, ott jó. Fogadd el szerény ajándékomat. Ó, és a közgyakori találkozónak, mert most megint összedugjátok a fejeteket, és a fiúk közül kell kiválasztani, hogy ki volt a neked, tessék körbeállni, lányok. Nem az első, mondom, Ricsi, állj föl, te nem az első vagy. Álljon föl, aki szintén nem az első, király. És szintén nem az első, Bittó? Igen. Mind a hárman, ugyanis volt versenyben elsők lettek a lányok
Ne!